Ismét benépesült a szexádi atlétikai centrum. Ezúttal a versenyhiányban szenvedő utánpótlás alsó korosztályait, az újoncokat, serdülőket, a 16 évesnél nem idősebb atlétákat szólította meg, nagy regionálisan és országosan a szervező szexádi sportcentrum atlétikai szakosztálya ez az egész napos verseny még jobban hiánypótlónak számított, mint a múlt hónapi, amit a felsőbb korosztályoknak benne a felnőtteknek rendeztek a szexárdiak. A sok korosztálynak sokféle versenyszám van, úgyhogy tulajdonképpen nem nehéz kitölteni a napot, hiszen a, a dobószámok, az ugrószámok, a köz, hosszú középtávfutás, rövidtávfutás, gátfutások, mindenféle korosztály, gáttávolságok, különböző szerek, ezek rengeteg variációs lehetőséget adnak. Kuriózumnak számító versenyszámokat is beiktattak Serer Tamásék, például az ötösugrást. Hát az ötösugrás az utóbbi hat évben lett bevezetve a hármasugrás helyett, hogy ne terheljük korán, korán a gyerekeket. Az ötösugrás egy kicsit kevésbé terheli meg a térdet bokát. A serdülőknek és az újoncoknak is van. A serdülőknek lehet nekifutni 12 métert, az újoncok helyből ugranak ötöst. És ez lesz a jövő heti bajnokságon is. A verseny vonzerejére hatással volt, hogy itt Soprontól egészen Kisvárdáig, unnét is bizony voltak versenyzők, tesztelhették magukat a futó, ugró és a dobó szakág képviselői, hol is tartanak a vírus akadályozta felkészülésben, mire számíthatnak az év közelgő főversenyén az utánpótlás országos bajnokságon. Természetesen a Tolna megyei klubok képviselői is maximálisan éltek a közeli kitűnő versenyzési lehetőséggel.